Már is folytatjuk a beszólót. A mai adásban a pártok ifjúsági szervezeteit hívtuk meg, őket szólaltatjuk meg. A téma az, hogy hogyan lehet a fiatalokat aktivizálni, egyáltalán érdekli-e őket a politika, mennyire lesznek jelen, mennyire lesznek meghatározóak a 2022-es választásokban. A stúdióban pedig itt van Binder Csaba, ő a Mi Hazánk mozgalom ifjúsági tagozatának, a Mi Hazánk ifjainak az alelnöke. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, eljöttél. Én köszönöm. És telefonon pedig kapcsoljuk Ajtai Andrást, ő a Párbeszéd ifjúsági szervezetének, a Zöld Front ifjúsági mozgalom elnökségi tagja. Remélem, hogy hall minket. Hallak titeket, szervusz Ági, és üdvözlök minden hallgatót. Na, akkor vágjunk gyorsan bele. Ugye arról beszélgettünk itt az előző órában, hogy a fiatalokat nagyon-nagyon nehéz aktivizálni, nem is igazán érdekli őket a politika, vagy nagyon-nagyon a politikusok. Miközben ugye itt arról volt szó, hogy elképzelhető, hogy itt az előválasztás kapcsán mégis picit aktívabbak voltak a fiatalok. Mindegy, Csabát kérdezem, hogy mennyire a ti esetetekben, tehát a Mi Hazánk esetében egyáltalán mennyire látni fiatalokat mondjuk a ti pártotokban egyáltalán? Mennyire aktívak a fiatalok? Hát én azt gondolom először is, hogy egyrészt teljesen értető, hogy Magyarországon a fiatalok körében ez az apolitikus hozzáállás jelen van, hiszen az elmúlt 30 év azt mutatta nekünk fiataloknak, hogy a politika az a korrupcióról, egymásnak a sárdobálásáról szól, és arról szól, hogy két politikai tömb, a Fidesz korrupt rendszere és a 2010 előtti baloldali rendszer váltogatja egymást az úgynevezett rendszerváltozás óta, és ez a tulajdonképpen mocskos politikának nevezhető 30 év, ez megmutatta a fiatalok számára, hogy a politika sajnos nem értük van. Válaszolva a kérdésre, a Mi Hazánk ifjai, és ugye a Mi Hazánk mozgalom 2018-ban jött létre, csak úgy, mint ahogy a Mi Hazánk ifjai, az ifjúsági szervezete a pártnak, és azóta egy rendkívül felgyorsult növekedésen ment keresztül az ifjúsági szervezetünk, és most már több száz taggal vagyunk jelen országos szinten, egyrészt nagyobb városokban is, másrészt az előző vendég a Demokratikus Koalíciótól megemlítette, hogy ők általában lejárnak vidékre. Mi vidéken is jelen vagyunk, és nekünk nem kell ahhoz Budapestről lemenni bárhova, hogy ott is meg tudjunk jelenni. Mi az ország minden egyes pontján jelen vagyunk, úgyhogy több száz fős ifjúsági szervezettel, és én úgy gondolom, hogy a fiatalok részéről támogatással vágunk neki a 22-es választásnak. Beszéljünk akkor erről, mert mindjárt kíváncsi vagyok a véleményedre. Nem tudom, hogy Ajtai András is így látja. Ugye mondom, a Mi Hazánkra majd mindjárt visszatérünk, mert hogy egy picit különutas politikát folytat a párt, mondjuk akár a többi párthoz képest. Ajtai András, kérdezem, hogy te hogy látod, hogy mondjuk az ellenzéki pártok ifjúsági tagozatai együttműködnek, vagy mert az például itt felvetődött az előbb, hogy nagy szükség lenne, vagy lehetne erre például, és itt nem volt teljesen egyértelmű a helyzet ezzel kapcsolatban. Még visszaugranék azzal, hogy szerintem nincs olyan, hogy a fiatalok jobban vagy kevésbé politizálnak, egyszerűen más dolgok érdeklik a fiatalokat, és őket is meg kell szúrítani. Egyrészt, másrészt meg azt gondolom, hogy azért, ha megnézzük a nyugati demokráciákat, ott azért más pedagógiai módszertannal mennek neki annak, hogy egy fiatalt hogyan szocializálnak a állampolgári részvételre, és ebben nekünk hiányosságunk van, és ezért is fontos egy kormányváltás, hogy olyan fiatalokat tanítsunk a iskolákba, akik aktív részesei akarnak lenni a közügyeknek, de hogyan lehet őket, hogyan lehet őket megszólítani erre? Hát pont ez a kérdés, ugye itt minden kutatás arról szól, itt idéztem a műsor első felében erre vonatkozó kutatásokat, hogy nem könnyű ez, és hogy elég, tehát kevésbé aktívak a fiatalok, és nehéz őket bevonni magába a közéletbe, vagy akár a közbeszédbe. Hát alapvetően szerintem érdekelték kell őket tenni, és hogy nyilván, hogy mi érdekli egy fiatalt az érdekli, hogy legyen hol laknia, majd legyen miből megélnie, és ki tudja építeni a saját egzisztenciáját, ez egy hatalmas feladat az élete számára. Ameddig nem látja, hogy ebben igazából dolga van a politikának, ameddig nem látja azt, hogy a politikával való foglalkozásnak eredménye lehet, és az sikeres lehet, a mai oktatási rendszerünk nem azt tanítja a gyerekeknek, hogy a politikával a foglalkozásnak vannak sikerei. Nem mutat be az iskola olyat, hogy bizony az, hogy kevesek összefognak, és valamilyen ügyért mentén dolgoznak, az elér sikereket. Tehát szerintem ilyen sokkal több kisebb sikert meg kell mutatni.
az oktatásba, a nyilvánosságba, és érthetővé kell tenni, hogy azok a problémák, amik érinti a fiatalokat, tehát például valaki most jelenleg, nem tudom, biciklis futárként keresi a jövedelmét, és lesz-e nyugdíja, ez abszolút politika kérdése, de nyilván ez nagyon-nagyon távoli kérdések, és nagyon-nagyon távoli dolgok, ahhoz képest, hogy mondjuk volt egy előválasztás, ahol mi tapasztaltuk azt, hogy a fiatalok értették, hogy ez a jövőjükről szól, ez róluk is szól, és jöttek, és nagyon sok fiatal volt, aki önkéntesként beállt a sátrakhoz, pultokhoz, és részt vett az előválasztáson, és ebben ugyanúgy együttműködtek az ifjúsági szervezetek is, mint az anyapártjaik. Egyébként, ha már az előválasztásról beszéltünk, akkor beszéljünk a Mi Hazánkról is, mert ugye az előbb céloztam rá, hogy hát finoman szólva különutas politikát folytat a párt, és erre már az előzőekben is tulajdonképpen céloztál, hogy nem akar a párt ebben részt venni. Ez oké, és ezt értem, és ezt Toroczkai László is nagyon-nagyon-nagyon sokszor elmondta már, nagyon sok fórumon. Ugyanakkor, ha az eredményeket nézzük, meg magát a választójogi rendszert nézzük, akkor ugye azért fogtak össze az ellenzéki pártok, hogy együttes erővel fel tudjanak lépni mondjuk Orbán Viktorral szemben, ezt is már Szemtántól kibeszéltük. Szóval magyarán ez a fiataloknál hogy lehet meggyőzni mondjuk akár a ti pártotokban a fiatalokat, hogy ne ezt az utat válasszák, mert úgy mondtad, hogy egyébként sokan belépnek és figyelnek rátok. Én azt gondolom, hogy és a Mi Hazánk azt gondolja, hogy Magyarországon gyökeres változásra van szükség, viszont ez a gyökeres változás nem képzelhető el úgy, hogy mondjuk egy koalícióban jelen van akár... Na de hogyan más, hogy akkor ugye, mondom, a rendszer ugye nem teszi lehetővé nagyon, hogy másképp tudjanak működni a pártok. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek és az elmúlt választások arról szóltak, hogy mindenkinek a kisebbik rossz közül kellett választania. Mi azt szeretnénk, hogyha végre ne kelljen a kisebbik rossz közül választani, ne kelljen mondjuk a Fidesz korrupt rendszere és a régi baloldal korrupt rendszere közül választani, és azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk egyébként a fiatalok körében is, de egyébként nem csak a fiatalok körében, hogy minél több emberhez eljussunk, ugye ez nekünk extrán nehéz, hiszen minket egyrészt a Facebook... Mennyire ismerik a fiatal? Amúgy... Igen, mondja. Én ilyenkor üzenném a Mi Hazánkos kollégának, hogy igen, az előválasztás egy tökéletes rendszer volt arra, hogy meg lehessen tisztítani a baloldali korrupt rendszernek nevezett oldalt. És ezt gondolom, Ceglédi Csabával sikerült Szombathelyen, ahol az elítélt politikus bűnöző lett az Egyesült Ellenzéknek a jelöltje, akit többször ítéltek már el jogerősen, és ugye ő fogja képviselni az ellenzéket Szombathelyen. Szóval nem tudom, szerintem ez egy kicsit fokhíjasan sikerült, úgyhogy hát, ez mindenkinek... Ha valaki nem is vesz részt benne, akkor nem tudom, hogy hogyan tudja megítélni azt, hogy hogyan sikerült. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy gyönyörű rendszer volt az előválasztás arra, hogy megújuljon az ellenzék. Rengeteg újulás történt az ellenzékben az előválasztás által, és biztosan igaz az, hogy a Fidesz leválasztásnak az egyetlen egy módszere az a hatpárti közös ellenzéki előválasztás és a közös indulás. Tehát, hogy azt mondani, hogy létezik most harmadik út, az teljesen balga. Tehát, hogy ez mind a Fidesz malmára hajtja a vizet, és egyszerűen csak akkor tudunk elérni változást, csak akkor lehet zöld fordulatni számunkra mondjuk az egyik cél, csak akkor lehet bármilyen változás. Az ellenzéki hatpárt közös szekerét toljuk. Visszatérve, én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a Fidesznek és a balliberális oldalnak is az az érdeke, hogy a 2022-es választáson egy kétpólusú választási lehetőség alakuljon ki. Viszont mi azt gondoljuk, hogyha még egyszer az eredeti célhoz térünk vissza, nagyon fontos, hogy lefektessük, hogy mi a cél Magyarországot tekintve a jövőben. Az a célunk, hogy végre megtisztítsuk teljesen a magyar politikai közéletet. És ezt úgy, ahogy te említetted, hogy mi lett az előválasztás eredménye, úgy, hogy a DK és az MSZP képviselői, akik az előválasztáson nyertek, azok a jelöltek kétharmadát teszik ki. Én úgy gondolom, hogy ez nem lehetséges. Nem lehetséges az előző rossz rendszerrel leváltani a Fideszt. Én azt gondolom, hogy egy új generációval, egy új politikai oldallal, a harmadik úttal, és vagyis a Mi Hazánkkal kellene leváltani a Fideszt, és tudom azt, hogy most sokan azt mondják, de hogy a Mi Hazánknak még nincs akkora támogatottsága. Egyébként jelzem, hogy most már sorra 5% fölé mérnek minket az egyes közvéleménykutató cégek, úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy ez pár év után egy nagyon szép eredmény, és én nagyon bizakodóan tekintek a jövőbe, de azt gondolom, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy
rosszal nem lehet leváltani a rosszat. Én azt gondolom, hogy végre eljött az idő arra Magyarországon, hogy tiszta politikai szereplőket válasszunk végre a magyar parlamentbe. Egy nagyon-nagyon pici türelmet kérek tőletek, mert ugye ez egy betelefonálós műsor, és van telefonálunk is, méghozzá Endre, jó napot kívánok, parancsoljon! Üdvözlöm Ágika és a fiatalokat is. Véletlenül kapcsolódtam be a adásba a hírek előtt, ahol egy Gábor nevezetű, meglett hangú úriember, hogy mondjam, megszakította a vonalat, miután elmondta azt az elképesztő, hogy mondjam... Hát ugye az volt a véleménye, csak hogy mondjuk el a hallgatóknak, ugye az volt a véleménye, hogy az ellenzéknek nincs esélye tulajdonképpen. Épp az, hogy semmi esélyetek, fiatalok, úgyhogy így vagy úgy. Ez az ember semmit nem értett meg se az Orbáni rendszerből, 56-ból se. Ha kint lett volna ezen a megemlékezésen, ahol nem a mennyiség, hanem a minőség számított, az a rengeteg fiatal, akkor aztán elcsodálkozott volna az jó, mert remélem, hogy még hallgatja a műsort, ha nem, akkor remélem visszahallgatja egyszer, hogyha 56-ból megértett ön vagy a családja valamit, és hát ott elhangzott a színpadon is, az a hazug világ, amiben éltünk. És hogy milyen hazug világ ez a mai nem jobb oldal, hanem Orbán Viktor és szűkebb köré által elfoglalt ország, azt mutatja az, hogy én megnéztem, ugye műszaki vagyok, mint a Márki-Zay Péter. Ugyanúgy több diplomatúrát, sokat dolgoztunk ilyen-olyan helyen, messze többet tudunk, mint Orbán Viktor, kivéve azokat a hatalom technikákat, amit őt a Soros alapítványban talán megtanult. Hát igen, ugye a mostai adásnak... Most még annyit, annyit tennék hozzá, hogy a TV1, TV2, TV100, Magyar Nemzet, mindent végignéztem, hogy tudjak tájékozódni. Gyalázat, amit a magyar adófizetők pénzén, állami vagy köztévé vagy médián keresztül ebből az egész dologból ők leadtak. Ez egy olyan világbotrány, hogy az borzalom. Endre, nagyon-nagyon szépen köszönöm. De még annyit, hogy Jordán Tamás, ugye, aki... Tényleg csak nagyon gyorsan, mert itt velem egykorú is elmondta egy olyan József Attila verset, hogy mennyire aktuális az összefogás, az együttműködés. Ennek a Gábornak még azt üzenném, hogy a fiatalokat se érti, a fiataloknál ők reménykednek, ön pedig majd emlékezik arra a buta beszólására, amit kénytelen volt, hogy mondjuk végig hallgatni a közönség. Endre, még egyszer köszönöm szépen, hogy hívott. Minden jót önnek. És gratulálok a fiataloknak. Viszont hallásra átadom nekik. Köszönöm szépen. Hát igen, ugye a kérdés az, hogy tényleg továbbra is itt, hogy Ajtai Andrást kérdezem, hogy ugye úgy tűnik, hogy tényleg kétpólusúvá válik a politika, és ugye Márki-Zay Péternek is az volt az üzenete október 23-án, azt mondta, ugye az egyetlen kérdés, hogy Orbán vagy nem Orbán, miközben ugye a Fidesznek, a Fidesz kommunikációnak pedig az lesz az üzenete, hogy Gyurcsány vagy nem Gyurcsány, akkor tulajdonképpen tényleg marad ez a fajta kétpólusú politizálás 2022 végéig is? Szerintem azt nagyon fontos látni ebben, hogy valóban olyan szinten kétpólusúvá vált a politika, és amúgy 2014-ben vált, amikor a Fidesz elfogadta az új választási törvényt, hogy csak egy ilyen választási matematikával tud működni. És ez nagyon hasonlít az amerikai rendszerhez, két pólus van, két nagy párt, és mindig megtartja a saját erőválasztását. Abban viszont nagyon nem kétpólusú, hogy amíg az egyik oldal igazából a Fidesz nem tart előválasztást, és ott nincsen demokratikus úton semmilyen gondolat végigmenve, nincsenek ötletek és nincsenek viták, hanem csak Orbán Viktor egy személyben leuralja az egészet, addig a másik oldal egy nagyon divers, egy nagyon színes társaság, különböző érdekek és vélemények vannak. A zöldektől kezdve a Jobbikon át a... És a fiatalokat ez a színesség, ez nem zavarja? Mert itt ugye arról is beszélgetünk, hogy mennyire számít mondjuk egy fiatalnak, akár a Párbeszéd esetében, az, hogy mondjuk valaki jobboldali, baloldali, keresztény, nem keresztény, ezek az ideológiák mennyire számítanak? Még itt a műsor első felében az hangzott el, hogy ezzel igazából legalábbis az a tapasztalat, hogy nem foglalkoznak annyira a fiatalok. Én inkább azt mondom, hogy nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy melyik mit jelent, de nagyon kíváncsiak, és szerintem tökre jó lehetőséget nyújt arra, hogy valaki a nem tudja elkötelezni magát, hogy ő most szocialista, vagy ő most demokrata, vagy liberális fiatal, vagy zöld fiatal, akkor simán el tud jönni a hat pártnak közösen önkénteskedni, és megismerni a
hat párt ifjúsági mozgalmait, de nyilván lehet jönni a pártokhoz is, és akkor rájönni, és elmélyedni abban, hogy mégis mit jelent fiatalnak lenni, vagy szocialista fiatalnak lenni. Szerintem ez csupán lehetőség, és pont ez a színesség adja meg azt, hogy ebben nincs semmi, tehát hogy egy sokkal jobb társaság ez a hat párti társaság, mint a Fidesz. Én azt gondolom, hogy a magyar politikának jelenleg 2021-ben nem az a kérdés, hogy Orbán vagy nem Orbán, hanem az a kérdés, hogy az elmúlt 30 év, vagy végre jövőbe tekintés. Azt gondolom, hogy a baloldal és a Fidesz rendszere között lényegi kérdésekben egyébként nincsen különbség. Ugyanúgy mindkét oldalon, mindkét pólusnál rendszeresen kerülnek elő korrupciós botrányok, akár az ifjúság politikát tekintve, mind a 2010 előtti baloldali, mind a 2010 utáni álljobboldali kormányoknál nem lett megoldva a fiatalok lakhatási kérdése, a pályakezdő fiataloknak a kérdése. Sok fiatal előtt az egyetlen út az volt, hogy külföldre, Nyugat-Európába vándoroljon. Én azt gondolom, hogy nekünk, mi hazánkosoknak az a felelősségünk, hogy egy olyan ifjúságpolitikai programmal és egy olyan programmal, amit mi Víradat névre kereszteltünk, és amelyet folyamatosan mutat be Torockai László elnökünk is a YouTube csatornáján, egy ilyen programmal végre lényegi kérdésekben tudjunk megoldásokat nyújtani, egyrészt a magyar emberek, azon belül is a magyar fiatalok számára is. És ezt gondolom, hogy a magyar politikán a jelen pillanatban ez a kérdése. Én azt gondolom, és ezzel nem értek egyet a párbeszédes kollégával, egyáltalán nem az a kérdés, hogy Orbán vagy nem Orbán, hiszen a nem Orbán rendszer is, az ő általuk kínált rendszer is lényegi kérdésekben nem hoz újat. Tudjuk sorolni azokat a baloldali képviselőket, MSZP és DK-s képviselőket, akik rendre akár az előválasztáson is buknak meg korrupciós botrányokkal. Akár mondjuk, ha a Zuglóra gondolunk, és értem én, hogy a választások előtt egy héttel visszavonnak egy ilyen képviselőt, de az egész romlott politikai rendszerük szerintem nagyon sokszor megmutatkozik, és ezért gondolom azt, hogy végre elszámoltatás kell, a Mi Hazánk erre garancia, végre elszámoltatnánk az elmúlt 30 évet, és végre új politikai arcok kellenek, és én azt gondolom ezt, a Demokratikus Koalícióval és az MSZP-vel egy pártszövetségben nem lehet elhozni, erre egy harmadik utat, erre egy Mi Hazánk mozgalmat kell megbízni. Nagyon érdekes számomra, hogy mitől garancia a Mi Hazánk, amiből olyan sokat elmondom igazából szívesen. Még nem lehetett látni. Nem, szívesen. Én pont azt érzékelem, hogy... Jó, mindjárt válaszol rá, kérlek. Csak hogy nekem tökre örülök annak, hogy azt a kérdést teszed fel, hogy hol fognak a fiatalok lakni, meg miből fognak élni, és szerintem is valóban ezek a kérdések azok, amikkel foglalkoznunk kell, és nem azt mondom, hogy az a kérdés, hogy Orbán vagy nem Orbán, hanem az a kérdés, hogy ha nincs leváltva Orbán, ilyen kérdésekkel nem tudunk foglalkozni, és csak akkor fogunk tudni foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogyha leváltjuk, ehhez a hat párt kell. Amint leváltottuk, a hat párt tud foglalkozni azzal, hogy hol fognak lakni a fiatalok, és mit fognak dolgozni. És abban biztos vagyok, hogy ilyenkor már más lesz a véleménye a szocialistáknak, a liberális fiataloknak, a demokrata fiataloknak és a zöld fiataloknak, és erre milyen jó lesz, hogy megtanultuk, hogy demokratikusan hogyan kell ezeket a vitákat rendezni, és nem az van, hogy jön valaki, és elmondja, hogy hogy lesz. De most meghallgatom, hogy gyorsan válaszolok a kérdésedre. Szóval ugye te említetted azt, hogy először le kell váltani az Orbánt, és utána, amikor a kormányra kerül a hat párt, akkor majd eldöntik, hogy oldjuk meg a fiatalok lakhatási kérdéseit. Mi a Mi Hazánkban ezt nem így látjuk. Nekünk több polgármesterünk van az ország minden egyes részén, akár Baranya megyében, Nógrád megyében, vagy Csongrád megyében, és a mi polgármestereink, a mi önkormányzati képviselőink a gyakorlatban valósítják már meg a Mi Hazánk programját. A Víradat program már most elkezdődött megvalósulni, mi nem várjuk meg azt, hogy a választók nekünk előbb bizalmat adjanak, mi először bizonyítunk a választóknak, és azt gondoljuk, hogy a munkánkra adjanak utána bizalmat, és amikor már látják, hogy mi mit kezdenénk ezzel az országgal, például hogy adnánk telket azoknak a magyar fiataloknak, akik nem szeretnének Nyugat-Európába kivándorolni, és amikor mondjuk Ásotthalmon Torockai László vagy Nógrád megyében Cserhát halápon Dócs Dávid telket adományoz fiataloknak, önkormányzati telkeket adományoz fiataloknak, akkor erre tudom azt a választani neked, hogy mi először megmutatjuk a választóknak, hogy mit szeretnénk kezdeni ezzel az országgal, és utána kérjük a bizalmukat, és nem fordítva. Csak egy gyors kérdés még a végére, mert nagyon elszaladt az idő, hogy ugye arról volt szó itt a választási rendszer kapcsán, hogy ezért van szükség a két pólusra. Mi van akkor, hogyha a Mi Hazánk képviseli, mert tudom, hogy minden 106 választókerületben ugye önálló jelöltje lesz a pártnak. Mi van, hogyha egyik se jut be mondjuk ilyen értelemben, mert hogy vagy
erre vagy arra, vagy az ellenzékre, vagy a kormánypártra szavaznak mondjuk a választók. Én azt gondolom, hogyha a jelenlegi rendszert, vagy a baloldali pártok által kínált rendszert folytatjuk, akkor Magyarország számára az egyetlen út sajnos a nemzethalál. Én azt gondolom, ezért van szükség egy olyan új politikai útra, egy olyan harmadik útra, amely végre nemzeti alapon közelít meg minden kérdés. Nem azt nézzük, hogy mondjuk multinacionális vállalkozásoknak mi az érdeke, külföldi pénzembereknek mi az érdeke, hanem kizárólag azt nézzük, hogy mi a magyar emberek érdeke. Egy fél percet hadd adjak még Ajtai Andrásnak záró gondolatként, mert hogy elszaladt az időnk. Nagyon várunk minden fiatalt, aki szeretné azt, hogy Magyarországon változás legyen, jöjjön bármelyik ifjúsági szervezetből a hat pártól, vagy pedig jöjjön csak a hat pártnak segíteni. Mi a Párbeszéd ifjúsági szervezet egy olyan világban szeretnénk élni, ahol sem egymás, sem a emberiség, sem egymás, sem a természetet nem zsákmányolja ki, és ezért fogunk dolgozni a kormányváltás követően. Nagyon szépen köszönöm Ajtai Andrásnak, ő a Párbeszéd ifjúsági szervezetének a Zöld Front ifjúsági mozgalom elnökségi tagja volt, és Binder Csabának is, ő pedig a Mi Hazánk mozgalom ifjúsági tagozatának, a Mi Hazánk ifjainak az alelnöke. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.